A magyarok nagyasszonyának ünnepkörében szervezi meg hagyományos búcsúi zarándoklatát a Sokoró Tájegység Egyesülés. A hétvégi program központi helyszíne a közösségi összefogásból létrehozott Hármas Halomoltárnál lesz. Most már 5. alkalommal tartjuk meg ezt a búcsúi zarándokmisét. Ez nagyon kedves nekünk, ez a főrendezvényünk, és tényleg a hagyományőrzés, tehát hogy ne felejtjük ezt a nagyon szép ünnepet, a hitet, a magyarságot, tényleg a magyarságért fogunk imádkozni, és egyre többen csatlakoznak hozzánk, egyre többen segítenek, hogy ez az ünnep minél jobban sikerüljön, és minél többen eljöjjenek. A szombati egésznapos eseményre már hajnalban elindulnak a zarándokok, ki gyalog, ki kerékpárral, ki motorral közelíti meg a helyszínt. Egy ilyen Magyarok nagyasszonya körmenetet szervezünk, ez egy újdonság, ami a Sokoró kapujától 10 órakor egy gyülekezőt fújunk, és akkor 10 óra 30-kor jövünk fel ide a hegytetőre, és akkor 11 óra 30 körül kezdődik a szentmise, amit Andrásfalvi János tartományfőnök tart a szalaiziektől. Kulturális programokkal, finom ételekkel és italokkal várják az érdeklődőket, akik adományaikkal segíthetik az egyesület munkáját. Sokorópátka mellett Ravaszdom már elkészült egy újabb kapu, de Panonhalmán is szeretnének építeni egyet. Ki lesznek helyezve a tájegységnek a gyűjtő urnái, és ugyanúgy a Sokorói Tájegység céljaira gyűjtünk, már elég sok megvalósítás készült, a Sokorókapuja, a Hármas Halomoltár, a Trianon emlékmű, nagyon sok rendezvényt tartunk, és most a összetartozás parkját szeretnénk befejezni, ott van még a Kápónával egy-két simítás, és a parkban még ülőhelyeket és egyebeket szeretnénk felszerelni. Sokorópátka polgármestere szerint a 3 napos rendezvény is azt mutatja, milyen jól működik az összefogás a településen. Például a képviselőtestület tagjai közül is 3-an, jó magam is, Péter is tagjai vagyunk a Tájegység Egyesülésnek, és tényleg minden, az önkormányzat is minden mellszélességgel támogatja nem csak a tájegységnek, hanem minden civil szervezetnek a programját, és próbálunk tényleg mindig egyfele menni. Október 8-a a magyarok nagyasszonya ünnepe. Ehhez kapcsolódik a hétvégi búcsú is, amely kiemelt szerepet tölt be a sokorópátkai templom életében. Nyilván én, mint pap is ezt mondom, és valóban a templom búcsúnak a központja, a koronája, az mindig a szentmise, főleg az a vasárnapi fél 12-es mise, de köré csoportosulnak programok. Idén nagyon örülök ennek az orgonestnek például, ami pénteken 5 órakor lesz. Aztán nagy öröm nekem az, hogy itt ez a több egyházi szép épület, intézmény, vagy nem is csak egyházi, a falunak ékességei, mint a Székelykapu, Összetartozáspark, és hogy azok is bevonódnak egyre inkább. Tehát, hogy gyülekeznek ott, keresztaljákkal, együtt vonulnak föl zarándoklatba ide. Ez egy közösségteremtő dolog azért, aminek én, mint lelkipásztor, külön örömet, jelentőséget érzek. A szervezők azt szeretnék, hogy a zarándokok hasonló érzésekkel térjenek majd haza Sokorópátkáról, mintha a csíksomjói búcsúban jártak volna.